Laci Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, svad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi fentről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter körött áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfanya, s az iskolába menvén a járt a peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg. Egy héttel ezelőtt a Tökölön megrendezett Pest megyei népdalversenyen Dányi Biankát aranyminősítéssel díjazták. A mai alkalommal Olái Bolya Magyarország című dalát adja elő. Zongorán kísér Hauser Antal, klarinéton közreműködik Zabál László.
versét Selmeci György, Erkel-díjas zeneszerző, a Millenniumi Óda című művében zenésítette meg. A Gyári Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola kórusa az első és a harmadik tételét mutatja be a 2000-ben komponált vokálszimfonikus műnek. Zárószámként Nádas Gábor Tavaszfürkészek dalát hallhatják az énekkartól. Előadók a Gyári Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola kórusa, Ácsnépföldi Judit, Remetei László. Közreműködik Zabán László népi furuján.